Privát, sziasztok! Ez az első vlog videóm lesz a csatornámon, már régóta el szerettem volna nektek készíteni. Először egy napi vloggal akartam kezdeni, de mivel a munkahelyemben nem engedik be a kamerát, nem szeretném azt megkockáztatni, hogy kirúgjanak, ezért most hazautazom Kárpátaljának, és az utazásomat, valamint az otthoni látványosságokat szeretném nektek bemutatni. Remélem, hogy tetszeni fog. Tartsatok velem! What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I wanna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see. Honey, I'm a perfect 10. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start. Honey, I'm a perfect. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see. Honey, I'm a perfect 10. Kisebbségeknek, amelyek az első világháborút lezáró versailles-i békerendszer következtében alakultak ki. Sorsuk immár több mint 8 évtizede a csehszlovák, vagy cseh és szlovák, volt szovjet, illetve az ukrán államhoz köti őket rokoni kapcsolataik. Kulturális nyelvi kötődésük és etnikai identitásuk azonban továbbra is erős szálakkal fűzi őket Magyarországhoz.
5 megyei alárendeltség város, településének száma 11 város, 19 város jellegű település és 579 falu. Teljes népesség 2018. január 1 adatai alapján 1.258.155 fő. Területe 12.800 négyzetkilométer. Kárpátalja geopolitikai értelemben véve a felvidék folytatása, Észak-Kelet felvidék. A terület megnevezése Kárpátalja az első világháború végén alakult ki. Az elmúlt 150 évben Kárpátalja az egyik legtöbbször gazdát cserélt, területté vált. 1867-ig Magyar Királyság, 1867-1918 Osztrák-Magyar Monarchia, azon belül a Szent Korona országaiban. 1918 és 1920 Magyarország, a Tanácsköztársaság és a Köztársaság. 1920-1939 Csehszlovákia. 1939-1945 Magyar Királyság. 1945-1991 Szovjetunió, azon belül az ukrán SSK. 1991-től Ukrajna. A színe írja. Ukránul az erőszínű. A észak-keleti Kárpátok legnagyobb tele a Talabor folyó völgye fölött. A tengerszint felett 989 méter magasan a tóhegy lábánál található. Kb. 10.000 évvel ezelőtt a Würm glaciális után alakult ki a folyómedret elzáró földcsuszamlás következtében. Három forrás táplálja vízzel. A tó területe 4-7 hektár. Közepes mélysége 8-10 méter. Legnagyobb mélysége 22 méter. A tó méretei az évszaktól és a vízhozamtól függően változnak. A vízhőmérséklete 12-18 Celsius fok, itthonos a szivárványos folyami és tavi piszták. Vízi növények csak a part menti sárban élnek. Tó környéki büszkeltelenszerű erdők voltak. A tópól lefolyó vizet szinevérpapat vezetik a Talabornak. Elnevezés a Ruszin eredetű, a Ruszin szinevér első tagja sötétkéket, utolsó tagja örvényt jelent. Ezt az elnevezést először a felső színevérnél folyó Talabor folyóra használták, csak később vált a folyó fölött elhelyezkedő tó nevévé. A színevéri tó környéke 1989 óta természetvédelmi terület. A színevéri nemzeti park területe 40,4 hektár és 500-1700 méterrel a tengerszint felett húzódik a Gargánok hegyeiben, ahol a Tisza jobb oldali mellékfolyója, a Talabor ered. A nemzeti park területén mintegy 800 féle növényfaj található meg, közöttük különlegességnek számít a görbetörzsű hegyi tölgy.
Munkácsi vár, ukránul Zamok-Palanok, átírással Zamok-Palanok, vagyis Palánkai vár. Kárpátalja a legnevezetesebb, legszebb történelmi műemléke, amely fontos szerepet játszott a magyar történelemben. A vár nagy jelentőséggel bírt a Habsburg ellenes mozgalmak korában. Zrínyi Ilona vezetése alatt az 1685-1688 közötti években hősiesen ellenálló várőrség utolsóként kapitulált a Rákóczi szabadságharc idején. A Habsburg uralom alá került várat 1787-től fogházzá, majd börtönné alakították át, ahol sok neves forradalmár raboskodott. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején ismét a szabadság vára volt. Utolsók között tette le a fegyvert 1849-ben. 1855 és 1896 között ismét börtönként használták. Ezt követően volt magyar, csehszlovák és szovjet laktanya, működött falai között traktoros iskola is. A vár jelenleg műemlék, benne múzeummal. Thank you.
Fogok nektek bemutatni. Legyetek jók, további szép napot!